Ajándékozási szerződést írtak alá pénteken, mely értelmében az Oromhegyesi Egészségház új gázkazánnal gazdagodott. A közös érdekek tették lehetővé az új fűtőberendezés üzembe helyezését. A helyi közösség közösen a Feluházalappal és a svédországi Óruszki békemozgalommal meg tudott vásárolni egy kazánt. A békemozgalom minden évben támogatja a rendelő Oromhegyesen kisebb-nagyobb adományokkal. Két éve, amióta gyűjtjük a pénzt, 200-200 euróval járult hozzá ehhez, a többit pedig a Faluházalap a saját forrásaiból, a helyi közösség támogatásával előteremtettük. Két éve gyűjtik a pénzt a gázkazán megvásárlására. A svédországi Oruszt békemozgalom 400 euróval, míg a helyi közösség 1000 euróval járult a fűtőberendezés megvásárlásához. Sajnos a beszereléssel járó költségeket már a helyi közösség nem tudta magára vállalni, így a Magyar Kanizsai Egészséghez jóvoltából sikerült a fűtési szezont kezdete előtt beszereltetni a kazánt. Nagyon példamutató és nagyon szép adomány ez egy helyi közösség által az egészségháznak, mivel hogy felismerte a helyi közösség az alapproblémákat a lakosság terén, így most ebben a pillanatban az egészségházat támogatja ezzel az adománnyal. Oromhegyes helyi közössége és a svédországi Oruszt békemozgalom közel 25 éves kapcsolatot tudhat maga mögött. Mindig más-más jellegű támogatásban részesítette a falut, viszont az elmúlt években az egészségházat segítette. 10 éve kezdték el, és minden évben körülbelül 200-200 eurónyi eszközt juttattak rá számunkra a Faluház alapon keresztül, és a Faluház alap pedig az, aki megvásárolja a szükséges eszközöket, ugyanis teljes szabad kezet adtak a rendelőintézetnek, illetve a doktornőnek, hogy ami legsürgősebb, azt vásárolja meg. Az új gázkazán beszerelése elviselhetőbbé teszi a betegek számára a mindennapos várakozást az egészségházban.